Várpalota csapatát fogadta legutóbb a Rinyamenti kézilabda klub. A nagyatádi városi sportcsarnokban megrendezett NB1-bés bajnoki mérkőzésen kemény küzdelemre készültek a játékosok, hiszen közel azonos képességekkel rendelkezik mindkét gárda. A mérkőzés elején a Várpalota 3 góllal elhúzott a hazaiak előtt, ezt követően pedig az RKC tetszett 3 gólos előnyre. A szoros és erőszakos félidő végül 15-12-es RKC fölénnyel zárult, ám a szünet után sem unatkozhattak a lelátón ülő nézők. A nagyatádi játékosok hiába dobtak remek gólokat, a Várpalota sorra kiegyenlített. A második játékrész 10. percében Takács László bravúros hetest értékesített, majd az ellenfél ismét kiegyenlített. Az 59. percben izzott a hangulat a nézőtéren, hiszen 25-24-es RKC vezetésnél a hazaiak csapatából Borsos Tamást kispadra küldte a bíró, így emberhátránnyal kellett megtartani a győzelemért járó 2 pont esélyét az RKC-nak. A mérkőzés vége előtt mindössze 9 másodperccel a bírók ismét megállították az órát, s hosszú másodperceken keresztül csitították a szurkolókat és az ellenfél edzőjét, aki időközben sárgalapot is kapott. Az utolsó támadást végül Kis Geri értékesítette, ezzel 2 gólos fölénnyel, 26-24-es végeredménnyel megérdemelten győzött a nagyatádi együttes. Kijöttünk az öltözőbe, már ők vezettek majdnem 1-2-vel, próbáltunk tartani a tempót, de mindig volt egy eladott labda, egy ilyen kétes ítélet, ami esetleg befolyásolta azt, hogy kifele vagy befele belefújtak 3-4 gólunkba, de azt gondolom küzdelmes mérkőzésen nyertünk. Sajátom a találkét is kivetni volt, de szerintem több edzésmunkával lehet rajta csiszolni. Hát a többiek szerintem jól játszottak, voltak ott is hibák, de igazából még nem vagyunk egy igazi csapat, úgy érzem. Szerintem még nem tudunk meghalni egymásra a pályán, de próbálkozunk. És hogy hogyan lehetne még jobban összekovácsolni az RKC játékosait? Úgyhogy egyrészt sokkal többet edzünk együtt, ugye mert elég, ahogy Gyula mondta, az edzésmunkát itt vannak azért kivetnivalók, tehát többet edzünk együtt. Másrészt itt, hogy most meghaltunk egymásért a 2 pontért, ha ezt mindig itthon produkáljuk, akkor szimpatikus leszünk a közönségnek, kijön egy többen szurkolni, zukkolni, és akkor beleférnek esetleg a jobb csapatokat tölteni vereségek is. A hétvégi remek teljesítménnyel a Várpalotát maguk mögé utasítva a nagyatádiak jelenleg a tabella 6. helyén állnak. Legközelebb az Unika Pécsi VSE otthonában lépnek pályára a fiúk, hazai közönség előtt pedig március 14-én Komló ellen játszik a Rinyamenti kézilabda klub.